kritikus időszak a tél a hajléktalanoknak. Az Oltalom Szeretett Szolgálat speciális szolgáltatásokat nyújt, hogy senki sem maradjon az utcán a hidegben. 90 éves kísérlet, Európában is az egyik legrégebbi a nyíregyházi Vescsik Vilmos által alapított vetésforgó tartam kísérlet. Szakmai nap a jobb munkahelyekért, bár egyre több a jó példa a megyében is, még vannak megvalósítandó feladatok. Bővített szolgáltatásokkal készül az Oltalom Szeretett Szolgálat a hajléktalanok számára a téli krízis időszakban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az intézmény vezetője Laborci Géza elmondta, a leghidegebb hónapokban szükség esetén bővíthetik az éjjeli menedékhely befogadó képességét, az egészségügyi ellátásra rászoruló emberek pedig egy úgynevezett lábadozó szobát kapnak. Ugyan egyelőre még a szokásosnál kedvezőbb az időjárás, de már közeledik a tél, amely a hajléktalanok számára évről évre a legkritikusabb időszak. Az Oltalom Szeretett Szolgálat az év minden napján menedéket és ellátást biztosít a fedél nélkül élők számára, a leghidegebb hónapokban pedig speciális szolgáltatásokkal segítenek a rászorulóknak, fejtette ki Laborci Géza, az intézmény vezetője 35 perc című műsorunkban. Ami új elem, hogy minden évben a hajléktalanokért közalapítvány segítségével megpályázunk egy úgynevezett lábadozót. Ez egy a szociális és az egészségügyi ellátásnak a keresztmetszetében meglévő szolgáltatás. 10 főt az éjjeli menedékhelyen kialakítunk egy szobát, ide 15 főt tudunk fogadni, akik a kórházból kikerülnek, de még igényelnek egészségügyi ellátást, azok ott maradhatnak, és egészségügyi ellátást, tehát szakemberek segítségével gondoskodunk arról, hogy ne az utcán kelljen a betegség utáni időszakukat eltölteni, ott teljes ellátást kapnak, és ott is lakhatnak. Tehát ez a lábadozó, ez is mindig a krízis időszakban indul. Az Oltalom Szeretett Szolgálat éjjeli menedékhelye 140 fő befogadására alkalmas, ugyanakkor télen a leghidegebb napokon ezt ki tudják bővíteni, annak érdekében, hogy senki sem maradjon az utcán. Laborci Géza elmondta, az intézmény rehabilitációs programjában segítséget nyújtanak a hajléktalanoknak abban, hogy újra visszatalálhassanak a munkavilágába. Ebben fölkészítjük az ellátottainkat a nyílt munkaerőpiacra való helytállásra. Most az intézményen belül végeznek fenntartó, tehát karbantartó munkát a hölgyeknek, van egy varrodájuk, akik kiváló, gyönyörű dolgokat varnak, és azt tapasztaljuk, hogy ezeket, ha segítjük, akkor így válnak alkalmassá. Laborci Géza hozzátette, az Oltalom Szeretett Szolgálat ellátó rendszerének nyilvántartásában mintegy 300 hajléktalant regisztráltak Nyíregyházán. Ez a szám az évek során csekély mértékben változott. Van azonban változás az összetételt illetően, mint elmondta, évről évre több nő kerül az ellátottak közé, valamint a fiatalok száma is növekvő tendenciát mutat. Európában is egyedülálló az idén 90 éves Vescsik Vilmos féle nyíregyházi vetésforgó tartam kísérlet. Az itt alkalmazott elméletek napjainkban a zöldítésben is visszaköszönnek és alkalmasak arra, hogy a térség gyenge adottságú területeit is hasznosítani tudják. A témában szerdán kezdődött kétnapos nemzetközi kongresszus a helyi kutatóintézetben. A nyíregyházi repülőtér szomszédságában lévő földeken zajlanak azok az úgynevezett tartamkísérletek, amelyek során hosszú távon hasonló, illetve uniformizált növényvédelmi eljárásokkal biztosítanak lehetőséget arra, hogy a talajban, a környezetben zajló folyamatokat modellezzék, vizsgálati eredményekkel alá tudják támasztani, az ezekből leszűrt eredményeket pedig a gyakorlat számára át tudják adni. A Vescsik Vilmos által alapított vetésforgó kísérlet idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját, amivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is a legöregebbek közé tartozik. Érdekesség ennek a vetésforgó kísérletnek, hogy az élet mennyire kiszámíthatatlan. Azok az elméletek, amik alapján ez a tartamkísérlet például be lett állítva, manapság a zöldítésben visszaköszön, tehát például a talajkímélő, a környezetkímélő növénytermelési eljárásokat próbáljuk bemutatni, illetve az eredményeit közölni, és hát ezek a vetésfogók azt gondolom, hogy alkalmasak arra, hogy a térségbeli gyenge adottságú területek hasznosítására is javaslatokat, illetve tanácsokat adjunk az eredmények alapján. A tartamkísérletek széles körű információs bázis alapjául szolgálnak. Az ezekkel foglalkozó szakemberek pedig rendszeresen be is számolnak eredményeikről.
A Vestsik Vilmos úti kutatóintézetben szerdán kezdődött az a kétnapos kongresszus, amelyen számos témáról van szó, a digitalizációtól kezdve a hagyományos talajfizikai kémiai vizsgálatokon keresztül a különböző növénytermesztési kérdésekig. A tartam kísérletekkel a mezőgazdasági termesztés során végbemenő folyamatokat tudjuk modellezni, mind talajtani, mind növénytani szempontból, illetve a kettő összekapcsolódása, hiszen a talaj és a növény egy nagyon szoros egységet alkot. Így módon a témák a talajtani kutatásokat fedik le, illetve a talaj-növény interakciókat, illetve a talaj mikróba tevékenységét, tehát a mikrobiális aktivitást a talajban, a mikróbák szerepét a hosszú távú folyamatokban, illetve a tartamkísérletekből gyűjtött adatok felhasználását a modellekhez, az előrejelzésekhez, a különböző tápanyagutánpótlási rendszerekhez. Ezekhez fontos, hogy ne csak egyéves adatokat tudjanak a kutatók felhasználni, hiszen a változások folyamatosak, vagyis ezeket az eredményeket hosszú távú adatsorokból lehet kinyerni a modellekhez és a gyakorlati módszerek fejlesztéséhez. A megyei kormány megbízott a megnyitón azt emelte ki, hogy az agráriumban jó adottságokkal rendelkező Szabolcsban is vannak olyan térségek, ahol másfajta kihívásokkal kell szembenézni, mint például a homokos talajon történő termeléssel. Azért is nagyon fontos ez a konferencia, mert hogyha szeretnénk azt, hogy az agráriumban előrébb tudjunk haladni és tudjunk fejlődni, az mindenféleképpen szükséges az, hogy azokat az adottságokat, amiket a rendelkezésünkre állnak, azokat ki tudjuk használni, környezettudatos módon tudjuk kihasználni, és ennek az eredményeképpen gyakorlatilag az itteni tudást hasznosítva a megye mezőgazdaságát még tovább tudjuk emelni. Ebben a feladatkörben a megyei kormányhivatalnak elég sok kapcsolódása van a növény- és talajvédelmi feladatokon túl a vidékfejlesztési pályázatok kezelése is ide tartozik. A kongresszusra mintegy 50 kutató érkezett a hazai társintézményekből és külföldi intézetekből, itt Nagy-Britanniából, Németországból, Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából és Oroszországból. A szervezők bíznak abban, hogy olyan új elképzelések, ötletek, elméletek is elhangoznak a két nap során, amelyeket aztán a gyakorlatba is át tudnak ültetni. Jogerősen 6 év börtönbüntetésre, 130 millió forintos kártérítésre és vagyonelkobzásra ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a férfit, aki befektetési arany ígéretével csalt ki ügyfeleitől mintegy 170 millió forintot, adta hírül a nyíregyházi törvényszék. A tényállás szerint a vádlott 2011-ben egy aranybefektetésekkel foglalkozó céget alapított, majd szállodákban és éttermekben szervezett ügyféltoborzást. A hálózatépítőnek jelentkezőknek belépésként 700 eurót kellett kifizetniük, de emellett a cég működési rendszerét tartalmazó kézikönyvért és a beszervezett ügyfelek után járó jutalékért is havidíjat kellett fizetniük. A vádlott a befizetett pénzösszegek kis részéért vásárolt aranyat, és annak is csak egy részét küldte ki a sértetteknek, így 170 sértettet ejtett tévedésbe, és mintegy 170 millió forint kárt okozott. A fogyatékkal élők alkalmazásáról, valamint a családbarát munkahelyekben és az atipikus foglalkoztatási formákban rejlő lehetőségekről is szó volt egy szerdai nyíregyházi szakmai találkozón. Elhangzott, hogy bár egyre több a jó példa, a megyében is még vannak megvalósítandó feladatok. Bő másfél éve fut a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Montázs nevű projektje, amely a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű embereknek segít a munkavállalással, a munkáltatóknak pedig a foglalkoztatással kapcsolatban. Ezt a programot is bemutatták azon a szakmai napon, amelyet a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ épületében rendeztek. Az NFSK munkatársa szerint egyre nyitottabbak a cégek, és mint több munkáltató ismeri fel a lehetőségeket. Nagyon nagy lehetőségek vannak abban, hogy a rehabilitációs hozzájárulást, a szociális hozzájárulást nem kell fizetni ezek után, a személyek után, valamint akár akkreditálhatják a cégüket szintén, akkor akadálymentesítési vagy foglalkoztatási támogatást felvehetnek. Tehát ezek a pénzbeli segítségek a cégeknek, de még emellett több minden is van, ami segítheti az ő finanszírozásukat, viszont nagyon sok más társadalmi
jelentősége is van a foglalkoztatásnak, amelyet már egyre többen felismernek. Egy másik előadásban arról volt szó, hogy bár egyre több családbarát intézkedést vezetnek be a munkaerőpiacon, a rugalmas munkaidő alkalmazás a megyénkben még nem annyira jellemző. Elterjedtebb, hogy a munkaadók egyéb juttatásokat, lehetőségeket biztosítanak dolgozóiknak, például a sport és a rekreáció területén. A HR szakértő szerint már vannak törekvések arra is, hogy a valamikori kismama szalagok mintájára nyújtsanak lehetőségeket a gyesről, gyedről visszatérő anyukáknak. Sok esetben 6 órába szeretnének dolgozni, napközbeni időszakba, hogyha a férj műszakba jár, ugye ez azt is ugyancsak alátámasztja, hogy nekik nehéz műszakos munkát vállalni, mert nem tudnak felváltva járni a gyerekért, illetve ott az, hogy beteges lesz a gyerek, vagy többet kell otthon lenni, vagy ott a nyári szünet időszaka. Ez azért még sok esetben nehéz megoldást tesz a szülők elé. Ezt a cégek sokszor saját ovi, bölcsi vagy képzések indításával igyekeznek kiküszöbölni. Az esemény célja egyébként az volt, hogy felhívja a figyelmet a megyén belüli rugalmas munkavállalási formákra és atipikus foglalkoztatási lehetőségekre. Ebben segít a nemrég megnyílt nyíregyházi család és karrierpont is, amely a Szarvas utcán nyújt ingyenes tanácsadást, valamint szervez képzéseket és rendezvényeket a pályakezdőktől a nyugdíjas korosztályig mindenkinek. Már most az utcáról is bejönnek az emberek hozzánk, és hallják egymástól, hogy az ingyenes szolgáltatásaink azért mindenki számára kedvező lehetőségeket nyújtanak. Munkavállalás területén, hogy álláshoz jutásban is segítünk, és egyébként pedig a szolgáltatásaink az a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítik minden egyes szolgáltatáson. Az eseményen elhangzott, egyre több helyen cél, hogy családbaráttá tegyék magukat a cégek az alkalmazottak számára, de a megyében is változó, hogy ezt mennyire sikerül megvalósítani. Gyarmati Fannit, mint társat, múzsát és írót ismerhette meg a Bencs Villa közönsége kedden este. Radnóti Miklós feleségének naplója 2014-ben jelent meg, ez az írás pedig bebizonyította, hogy a költő mellett Fanni íróvá vált az évek alatt. A feljegyzéseiben beszél a szerelemről, a megcsalásról, a szovjet katonák erőszakosságáról, valamint betekintést ad a kor irodalmi életébe. Az est rendezője ezúttal is Karádi Zsolt irodalomtörténész volt, Gyarmati Fannit pedig Nyomtató Enikő személyesítette meg. Március 29. Délután felszaladok, mikhez megnézem. Van egy kis lázam. Nagy testi vágyakozásban élek már napok óta, és olyan tragikus ez. És hiába, nem lehet ettől szabadulni, hogy öregszem és fonnyadok bizony napról napra. Már elmúlt a hamvasság, a megható fiatalság korszaka, most már fanyarodik a testem íze. Érzem. Így élünk, és csak percek járnak vissza folyton, halványuló emlékkel, amikor majd nem egymásé voltunk, és ölelhettük egymást szabadon. Szomorúan élünk emiatt. Tudom, másabb lesz még művészete is akkor, ha egyszer végre boldog lesz velem. Édes, édes szentségem! Olyan megkönnyebbülés, olyan tiszta boldogság és nyugalom a mellére borulni. Gyarmati Fanni gondolatait Nyomtató Enikő, a Móricz Zsigmond Színház színművésze vitte színpadra kedd este. A Bencs irodalmi estek keretében korábban már a Di és Márai életét is megismerhette a közönség. Legutóbb viszont nem Radnóti, hanem felesége és múzsája került a középpontba. Radnóti Miklós 75 évvel ezelőtt, 1944. november elején hunyt el 35 évesen, Gyarmati Fanni viszont 102 éves koráig élt. Radnóti a hitvesi költészet remek műveit írta Fannihoz, így természetesen ezekből is hallott pár részletet a közönség. Nézem egész nap a szádat, szemedre hajolnak az árok, fényén futkos a fény, csókra tűnőtti nemű. A Bencs Villa műsorát ezúttal is Karádi Zsolt irodalomtörténész szerkesztette és rendezte, Fanni 2014-ben megjelent naplója alapján. Ez Gyarmati Fanni 1935. augusztusában, a házasság kötésük előtt fél évvel kezdte el írni.
Szerelmük a középiskolai tanulmányok szerint irigylésre méltó volt, a napló megjelenése után azonban megváltozott ez a megítélés. A történetekben benne van a boldogság, a boldogtalanság, a megcsalás, de mesél az abortuszairól, illetve a szovjet katonák erőszakosságairól is. Fanni Radnóti mellett íróvá vált igazából. Mi azt kerestük ennek a programnak az összeállításakor, hogy igaza van-e az irodalomtörténésznek, amikor azt mondja, hogy ez egy fejlődésregény, ami a naplóban volt, és igen, úgy gondoltuk, valóban igaza van, fejlődésregény. Mi azt a Fannit kerestük, és azt a Fannit akarjuk megmutatni ezen az esten, aki valóban íróvá vált, miközben Radnótinak múzsája, hitvese volt. Fanni akkor sem és később sem készült írónak, családjában a betűvetésnek volt nagy hagyománya, édesapja gyors és gépíró iskolát működtetett. Radnóti és Gyarmati Fanni is naplót írt, a költő naplója a 80-as években jelent meg, halála után 30 évig nem lehetett publikálni. Radnóti az utókor számára írta az irodalmi igényű naplóját, ezt Fanni ismerte, fordítva azonban ez nem igaz. Az irodalom történészek véleménye szerint Radnóti nem ismerte Gyarmati Fanni naplóját. Ez az írás Fanni fejlődés regényeként is felfogható, valamint betekintést ad a korabeli irodalmi életbe és saját érzelmeibe is. Május 26. Könnyűtazás. Vadonat új rajtam minden. Igazi ünneplő érzéssel is, ünneplőnek öltözve megyek az én híres szerelmemhez. Azután, ebéd után boldogan haza. Az is olyan jó, hazamenni ebédelés után. Minden pillanatot élvezek. A naplót 1946-ba zárta le Gyarmati Fanni. Iszonyat megtiszteltetés, hogy ilyen formában megismerhetem, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok közös vonás van bennünk, így ahogy olvastam az elmúlt napokban azt a szövegkönyvet, amit most elő fogunk adni és fel fogunk olvasni. Egy kemény nő volt, és azt hiszem, hogy nagyon sok nőnek lehet példakép, és az a típusú nő, aki nem adja fel, mindig megpróbálja megtalálni az életben a fontos dolgokat, és látja az élet értékét, és egy harcos élek és ember, és kitartó, és rettenetesen sokat élt, mindezek ellenére, hogy nagyon sok mindent megélt az életében. A Bencs Villa következő vendége Nyári Krisztián író lesz, december 10-én pedig a Több szemköztestek házigazdája, eddigi kérdezője, Kovács Dénes ül át a másik székbe. Harminchat csapat részvételével rendezik meg január 3-a és 5-e között a Continental Arénában a Kelet-Magyarország Eiszman Hungária Kupa terenlabdarúgó tornát. Az 500.000 forint összdíjazású rendezvényre az ország egész területéről érkeznek majd csapatok. 15. alkalommal rendezik meg január első hétvégéjén a Kelet-Magyarország Eiszman Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. A rendezvény felvezető sajtótájékoztatóján a szervezők elmondták, hogy már több csapat jelezte részvételi szándékát, és reményeik szerint a december 24-i nevezési határidő előtt megtelik a 36-os tábla. Az 5 plusz 1 fős csapatok 20-40 méteres pályán 5x2 méteres kapura játszanak majd. Ez egy olyan torna, ami az országban is már elismert, hiszen 5-6 megyéből szoktak érkezni hozzánk, és igazi parkettművészek vannak ezen a tornán. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja érezni magát, és arra is nagyon büszke vagyok, hogy 4-5 évre visszatekintve talán egyetlen egy piros lap született a tornán, hiszen sportszerű küzdelmek zajlanak, és a játékról szól a történet. A torna névadójának képviselője elmondta, hogy a rendezvénnyel szembeni elvárásaik nem változtak az elmúlt másfél évtizedben. Továbbra is a jó játék, az izgalom, az, hogy mindenki jól érezze magát, mind a játékosok, mind pedig azok, akik kijönnek ezteket a mérkőzéseket megtekinteni. Ugye ezért is raktunk be egy olyan plusz programot, ami talán egy másik kört is a lehetséges nézőknek bevonza a Continental Arénába, egy nagyon szép környezetbe. Ez egy női labdarúgó mérkőzés, ugye ez a szintén egy szomszédvár találkozó, egy Debrecen Nyíregyháza, de most nem fiúk, hanem lányok fognak egymással mérkőzni, nem csak a fiúk tudnak focizni. A torna összdíjazása 500.000 forint, emellett a szervezők a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is elismerésben részesítik. A mérkőzések január 3-án péntek délután 2 órakor kezdődnek, a döntő két résztvevője pedig várhatóan vasárnap 17 óra körül lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
A leghidegebb hónapokban több speciális szolgáltatást nyújt az oltalomszeretett szolgálat a hajléktalanoknak. A tél kritikus időszaka fedél nélkül élők számára, ezért az intézmény igény esetén bővíti éjjeli menedékhelyének befogadó képességét, és egy úgynevezett lábadozót is nyitnak a kórházból kikerült hajléktalanok ellátására. Európában is egyedülálló az idén 90 éves Vescsik Vilmos féle nyíregyházi vetésforgó tartamkísérlet. Az itt alkalmazott elméletek napjainkban a zöldítésben is visszaköszönnek, és alkalmasak arra, hogy a térség gyenge adottságú területeit is hasznosítani tudják. A témában szerdán kezdődött kétnapos kongresszus a helyi kutatóintézetben, amelyre mintegy 50 szakember érkezett a hazai társ intézményekből és külföldi intézetekből. A fogyatékossággal élők alkalmazásáról, valamint a családbarát munkahelyekben és az atipikus, rugalmas foglalkoztatási formákban rejlő lehetőségekről is szó volt a szerdai nyíregyházi szakmai találkozón. Elhangzott, hogy bár egyre több a jó példa a megyében is, még vannak megvalósítandó feladatok, mások mellett a rugalmas munkaidő alkalmazásával kapcsolatban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 20-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A nap hátra lévő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd az éjszaka második felétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyaránt várható, a keleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Csütörtök estig közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Eső, zápor egyaránt előfordulhat, a déli szél megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Pénteken főként észak-keleten keleten eshet, délfelől felszakadozik a felhőzet, ott pár órás napsütés is várható. A hétvégén jövő hét elején szárazabb levegő érkezik fölénk, szakadozottabb lesz a felhőtakaró, de a napos területek mellett lesznek tartósabban ködös vidékek is.